Köszöntöm kedves nézőinket, önök a Kalocsa Televízió híradóját látják 2017. február 15-én szerdán este 7:30-tól. Lépjen be a digitális világba, térítésmentes informatikai képzések indulnak városunkban. Drága és kevés a primőr áru Kalocsán is, nem tettek jót a téli mínuszokat termelőknek. Jó irányba mozdult az ingatlanpiac Kalocsán is, még mindig a lakótelepi lakásos sláger. A jövő digitális, tanulj meg benne élni felszólítással országosan térítésmentes, azaz ingyenes informatikai képzések indulnak, amelyre városunkban is lehet jelentkezni. A digitális szakadék csökkentésére hívta életre a kormány azt a pályázatot, amellyel a felnőttek informatikai tudását szeretnék növelni. A pályázat célja, hogy az ország felnőtt lakossága körében csökkentsék a digitális írástudatlanságot és fejlesszék a számítástechnikai alapkompetenciát, ami hozzájárul a gazdaság versenyképességének növeléséhez. Az elsődleges célja a pályázatnak, hogy hátrányos helyzetű, illetve olyan embereket szólítson meg, akik még a digitális világban járatlanok. Így térítésmentes, azaz ingyenes képzések indulnak országszerte és városunkban is több helyszínen, ahol többek közt a számítógép kezelését, internetezést és az okostelefon használatát is megtanítják a jelentkezőknek. Képzések a város, illetve a járás különböző pontjain lesznek meghirdetve, illetve megtartva. Ahhoz, hogy egy képzés elinduljon, megfelelő mennyiségű embernek kell összegyűlnie. Ehhez én tudok segítséget nyújtani. A lakóhely járásában a lakóhely mentorát kell felkeresni, aki őt regisztrálja, illetve későbbiekben jelentkezteti az adott képzésre. Például az Anzsú nyelviskola hirdet képzést, ha jól tudom, a Dózsa szakközépiskolában, illetve a főiskola épületének első szintjén is lesz majd képzés. Az Eperföldi iskolában is már folyik egy számítógépes tanfolyam. Az ingyenes informatikai oktatásra olyan jelentkezőket várnak, akik nem igazodnak el a digitális világban, 65. életévüket még nem töltötték be, de 16 esztendősek már elmúltak, és nem vesznek részt nappali tagozatú képzésen. Olyan alapfokú tudást szerezhetnek meg az érdeklődők, mint például az e-mail írása, a facebookozás, egy kép lementése, egy mappa létrehozása. A kalocsai képzésre jelentkezni, illetve bővebb információt kérni Pécsi Viviennél lehet az alábbi telefonszámon. A folyamatos téli hideg nem tett jót a primőr árunak a magyar piacon. Sokba kerül a melegen tartása, és ez kihat az eladási ára, ami Kalocsán is érezhető. Volt, mikor pár hét alatt majd 1000 forintot emelkedett például a bocskor paprikának a kilója, itt természetesen nem kapkodnak utána a vásárlók. Burgonya, vöröshagyma, cékla, ezek mind még tavalyi áruk a kalocsai piacon. Van belőlük elég és jó árban is vannak. Nem igen kell többet fizetni kilójáért, mint egy évvel ezelőtt. Tavaly ugyanezt a krumplit árultuk, és körülbelül ugyanennyi volt az ára. Talán 10 forint az, ami emelkedett. 10 forint a kilónként. Sajnos ez nem vonatkozik például a primőr zöldségekre. A kígyóborkára, a paradicsomra vagy a hegyes piros bocskor paprikára sem. Ezeket ilyenkor növényházakban nevelik, amelyeknek a fűtése nem olcsó, ha folyamatosan mínusz van odakint. Fűteni kell sokat. Bár ahonnét mi hozzuk Kiskundorosban, ott nagyon sokan nem forrásvízzel, hanem termálvízzel fűtenek, és rásegítenek még másik fűtéssel is. De drága, tehát és mínusz 10-15 fokba fűteni egy fóliát, ez elég drága dolog. Ennek viszont az a következménye, hogy már a nagykereskedő is jócskán megemeli az árakat. Ezelőtt egy héttel voltunk Dorozsmán, és például a bocskor paprika, ami primőr áru, az 200 forinttal lett drágább, egy héttel előtte meg 500 forinttal emelték, tehát 3 hét alatt 700 forintot növekedett a kilónkonti ára, tehát tényleg húzós ára van. Viszont, mint ahogy láttuk, ennél a standnál is mindig jött egy-egy vásárló és vette a primőrt. Ha nem is nagy mennyiségben, de azért fogyogat belőle. Tavasszal, mikor már itt lesz a szezonja, biztos, hogy jelentős árcsökkenésre lehet számítani a kalocsai piacon is. Még mindig a lakótelepi első-második emeleti lakások iránt van a legnagyobb érdeklődés Kalocsán, és keresik a sátortetős házakat is. A 2 évvel ezelőtti válság után tavaly kezdett jó irányba fordulni az ingatlanpiac, és erre számítanak a szakemberek idén is. A tavalyi esztendőben már tapasztalható volt az ingatlanpiac felfelé ívelő lendülete, hiszen 2016-tól már széles körben elérhetőek voltak a kedvező kamatozású forinthitelek, és még a családi otthonteremtési kedvezmény a csoki segítette a fejlődést.
De nem lehet elfelejteni, hogy a banki kamatok is alacsonyak maradtak, így többen választották azt a megoldást, hogy kivették a vagyonukat a pénzintézetből és ingatlanba fektették. Ez a kereslet 2016-ban pozitívan hatott a piacra, és erre számítanak idén is a szakemberek. Jelentősebb felendülés nem nagyon várható, mert szerintem majdnem, hogy elérhette azt a válság előtti mértéket, eladási darabszámot, mint a válság elején volt. Tehát ettől többre csak akkor lehet számítani, vagy hát nem lehet számítani, inkább azt mondom, nem lehet számítani. Válság előtt, mikor volt a devizahiteles időszak, akkor egy kicsit túlpörgött ez az egész. Volt nagyon sok meggondolatlan vásárlás, ugye, ami be is bizonyosodott, meg a devizahitelekbe döntöttek egy-két dolgot. Hát én azt várom az idei évtől, mint a tavalyi évtől. Kalocsán még mindig a lakótelepi lakások iránt van inkább érdeklődés. Volt rá példa, hogy egy felújított kétszobásért majd 8 millió forintot adtak a Csalogány utcában. Aki viszont családi házat szeretne, az a sátortetőst keresi. Az eladó telkek száma tavaly a csok miatt jelentősen lecsökkent, jelenleg csak pár kapható Kalocsán. Az első, második emeleti egy-két szobás lakások a legkeresettebbek, ez mindenütt, ez teljesen mindegy, hogy melyik városrészben van. A harmadik emeleti lakások már kicsit nehezebben kelnek el, ugye Kalocsán nincs lift, a negyediket pedig határozottan nehéz eladni, azokat, aki el akarja adni, szerényebb áron kell, hogy értékesítse. A belvárosban ugye nincs túlontúl sok lakás, tehát ha van, az természetes, hogy magasabb áron vannak, de azért ezek is el tudnak kelni. Ami már 20 évvel ezelőtt is láger volt Kalocsán, a sátortetős házak, ezek a keresettek, a belvároshoz közeli kertvárosi, bürgerkerti, vajas környéki, vagy a kórház háta mögötti rész, a Selyemerdő, Naputca azon a részen, ez a városnak jó részei. És ezt előszeretettel vásárolják az emberek, 8-10 millió forint körüli áron, lehet kicsivel több is, lehet kicsivel kevesebb is, ez állapottól, helytől függő, és ezt újítják fel. A fiatalok is ezt keresik inkább, mert nem túl méretes a ház. Ebből adódik, hogy a alápincézett, földszint, tetőteres, nagyobb 20-25-30 éve épült házakat egy picit nehezebb eladni. Ott még nagyon-nagyon sok ház felújítatlan, tehát eredeti állapotában van, és ha valaki megvásárol 15-20 millió forint között egy ilyen házat, arra bizony jelentős összeget kell költeni. Vidéken is szép számban vannak eladó ingatlanok, de sajnos a tapasztalatok azt mutatják, hogy az előregedő falvakban egyre nehezebb túladni a házakon. Kalocsáról igen kevesen költöznek a környékbeli településekre, annak ellenére, hogy ott pár millió forintért már lehet családi házat venni, és igen ritka az is, mikor a fővárosból vagy nagyobb településekről akarnak a környékre jönni. Farsangi mulatságot tartottak kedden a Viola utcai óvodában. A bálon a jó kedv, a zene és a tánc került előtérbe, a jó hangulatot pedig Frederico Bohóc biztosította. A farsang a vízkeresztől hamvazó szerdáig, a nagybőjt kezdetéig tartó időszak elnevezése. Hagyományosan a vidám lakomák, bálok, mulatságok, népünnepélyek jellemzik. Nem volt ez másképp a Viola utcai óvodában sem, hiszen február 14-én kedden télbúcsúztató mulatozás töltötte meg a termeket. Évekkel ezelőtt már itt dolgoztam itt ebben az óvodában, tehát ismerem a hagyományokat, ismerem a szokásukat. Igyekszünk a gyerekeknek minden évben jó hangulatos műsort biztosítani, mindig igyekszünk vendégeket meghívni, de ha nem, akkor a szakmári óvodásokat szoktuk még elhívni, vagy az öregcsertői óvodásokkal is szoktunk együtt tölteni kellemes időket. Az idén nem ünnepeltek közösen együtt más óvodával, ám a hangulatért Frederico Bohóc volt a felelős, akivel a jó kedv nem is volt kérdéses. A gyerekek nagy izgalommal szokták várni a farsangot, ezért örömmel készítenek el mindenféle kreatív dolgot, legyen az díszlet, vagy akár egy kedves ajándék. Igyekszünk mindig az előkészületekkel is ráhangolódni, farsangi mondókákkal, versekkel, énekekkel készülünk, természetesen barkácsolunk, kiegészítőket készülünk, tehát igyekszünk minden nap a farsang jegyében eltölteni az időnket. Ám nem csak a gyerekek, a szülők is nagy odafigyeléssel készülnek a télüző ünnepségre.
A szülők nagyon örülnek, a szülők abban támogatnak, hogy a gyermekeiknek igényes, nagyon szép jelmezzel készülnek, nagyon örülnek ők is ennek, hogy egy ilyen kis vidám délelőttöt tölthetünk mi itt közösen az óvodában. Az előző években volt már rá példa, hogy közösen egyforma jelmezbe öltöztek az óvodások, de az egyéni ruhaválasztást jobban szeretik, így találkozhattunk kalózzal, pókemberrel, méhecskével és rengeteg kedves mesefigurával. Évértékelője során Fogtő polgármestere a 2017-es célok között említette tévénknek a közmunkaprogram folytatását, amelyben a becslések szerint 500-nál is többen vesznek majd részt a településen. Ebben az évben is jelentős tétel Fogtő önkormányzatánál a közmunkaprogram, számolt be televíziónknak értékelője során a település polgármestere. Évek óta 50 és 60 fő között van a közmunkások száma a községben, aminek köszönhetően jelentős létszámú embert tudnak foglalkoztatni és egyben segíteni őket a munkaerőpiacra való visszatérésben. Jelentős fejlesztésre kaptunk ígéretet, írásos ígéretet. Gépesítésbe új gépeket tudunk vásárolni a közmunkaprogramba, és természetesen a helyi lakosokat próbáljuk ebbe bevonni. Tudjuk, hogy kevés az a pénz, amit a közmunkaprogramban fizetnek, de mi próbálunk még mellé természetben jutatásokat nagyon jelentős összegbe adni. Ilyen volt a például nem erdőnyilvántartási területen való favágás. Ezek olyan részek, amelyek az utóbbi években elgazosodtak különböző növények által. Ebből minden közmunkás, mindegy, hogy kint dolgozik az erdőn, vagy a konyhán dolgozik, vagy az óvodába, vagy az iska, vagy bárhol, mindenki kapott egy pótkocsi fát, egy 20-25 mázsa fát mindenki kapott. Emellett ugye mi is részt vettünk a BM tűzifa programba, ott 130 fő részesült 10 mázsa fába, ezt is kiosztottuk, és mi föl is fűrészettük a fát, tehát nem egészbe vittük ki, így kicsit nehezebb eladni annak, aki el akarja adni, mert többet kell pakolnia neki, mert ilyen is előfordult. Bakai Károly hozzátette, hogy önkormányzatuk minden tekintetben próbálja segíteni a közmunkásokat, illetve munkába állításukat. Nem tudom, mi lesz a jövő, mert még szerintem más se tudja konkrétan, de az idejére is 50 és 65 fő között tervezzük a közmunkaprogramban résztvevő személyeket. Elég jelentős munkát végeznek. Egy tavaly évvégi országos felmérés szerint javuló tendenciát mutat a közfoglalkoztatási programból való kilépések száma, ami a munkaerőpiaci folyamatos javulásra enged következtetni. Ezt közölte akkor a Magyar Nemzet, hivatkozva a belügyi tárca adatközlésére. Teljes kerettel, imáron egészséges játékosokkal és nagy reményekkel várja a tavaszi szezon kezdetét a Kalocsai Futballklub, amelynek elnöke hangsúlyozta tévénknek, hogy a legfőbb céljuk minél több győzelem megszerzése és egyben az őszi fél év jó eredményekkel való felettetése. A sorok rendezése, valamint a minél jobb felkészülés jegyében teltek az utóbbi hetek a Kalocsai Futballklub számára, hiszen jövő hétvégén, február 25-én idegenben Tiszakécskén folytatódik a szezon a KFC számára. Történtek azonban változások csapaton belül, mondta tévénknek Király Robert klubelnök, aki egy érkező játékoson kívül három távozóról is beszámolt. Wingback Balázs a kapuból, ő Kecskemétre igazolt, igazából a tanulmánya miatt Kecskemétre ment, és ugye ez szükségszerű lépésként oda igazolt. Kis Benedek sérült volt a télen, neki a János Halmai bejárás elég nehézkes volt, és ezért úgy döntött, hogy visszamegy oda az anya egyesületéhez, illetve Pintér Roland munka miatt leköltözött Bajára. Ennél fogva ő is egy másik csapatban a lakóhelye által Baján folytatja a futballt. A távozók mellett egy igazolást is elkönyvelhet a KFC, amelyre korábban már Márton Zsolt edző is beszámolt, hiszen a klub egy rutinos középpályást szerzett Berecki Gábor személyében, aki Kiskörösön jár majd a Kalocsai Futballklub edzéseire és mérkőzéseire. A vezetőség azt tűzte ki célul, nem igazán helyezésekbe szeretné a tavaszt látni, hanem pontszámokba, tehát szeretnénk pontokban bizonyítani, hogy ebbe a csapatban több van. Király Robert a KFC-t érő őszi pontlevonásokról is beszélt, amely az utánpótlás csapatok indítása nyomán történt a csapattal. Ezt eddig meg tudtuk oldani úgy, hogy a Kalocsán működik egy utánpótlás egyesület, a Méhecskék, és tőle tudtunk fiatal játékosokat úgymond kölcsönözni, kölcsönjátékosként szerepeltetni. Na most ezt nyáron az MLS megváltoztatta annyiban, hogy olyan szabályt hozott, hogy vagy ez a nevelő egyesület szerepeltet minden játékost, tehát a serdőt és az ifistát is,
vagy nekünk kell az összes játékost hozzánk igazolni. Erre azonban igen szűkös idő állt a klub rendelkezésére, tekintve az átigazolásokat, edzői stábot, pályát és edzés lehetőségeket, míg a serdülő, valamint ifi csapatokat a KFC nem tudta átadni, tekintve, hogy az érvényes TAO pályázatok értelmében azokat a klubnak kell szerepeltetni. A KFC elnöke hangsúlyozta, hogy tavasszal ez a probléma megoldódik, amit a folytatásban is szeretnének előre kiküszöbölni. Nyára előterjesztünk egy következő lépésként vagy egy fúziót, vagy az utánpótlás, illetve a teljes utánpótlást a Mécskék kezébe fogjuk adni. A Király Roberttel készült teljes riportot és egyben értékelőt február 23-i sportmagazinunkban este 7 órától láthatják. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, friss hírekkel legközelebb holnap este jelentkezünk. Addig is ne feledjék, híreinket nyomon követhetik Facebook oldalunkon, illetve weblapunkon a www.galocsatv.hu-n. Szép estét kívánok, viszontlátásra!